Kedves Sobi, elég régóta ismerjük egymást, de nem, annyira nem régen, hogy tudjam az előéletedet, hogy honnan is indultál és miért indultál. Én tudom pontosan, hogy mikor ismerjük egymást, ugye a 89. decemberében volt a román forradalom, és mi 90. januárjában elindultunk Gyivesbe, meg Moldvába. Szóval ez már elég régen volt, azóta ismerjük egymást. És akár abban az időben is elő tudok egy kis felvételt szedni, hogy megidézzem előtted az ottani dolgokat. Aztán meg volt egy-két kalandos turnénk, legalább egy nagyon túl kalandos is volt. Ugye a kazak, ujgur, tibeti turnénk. Ezek egy ilyen főbb állomások. Aztán meg volt sok média, ahol ott voltál elég sokszor. Na de honnan indultál el? Mert te egy igazi pesti gyerek vagy? Igen. Budai gyerek vagyok. Egész pontosan. Tehát ott Budán nőttem föl. Második kerület, 12 lakásos társasházban, zöld övezet, nagyon szép helyen. Hát ott a Hüvösvölgy előtti rész, tehát Hüvösvölgyi út, akkor még Vörös Hadsereg útja, egyik oldalt is utcáskájában. Az jó hely. És akkor hogy lett belőled ilyen népzenész? Tehát pont ellenkező irányba vitt volna ez a közeg, nem? Valaminek történni kellett. Hát az történt, de az még... Igen, tehát hogy ilyen műszaki családban nőttem föl, tehát édesapám és édesanyám is ilyen témában dolgozott, vagy ilyen területen. Én is annak készültem, sőt, tehát azt is végeztem el, tehát villamos üzemmérnökként végeztem. És aztán egyszer teljesen véletlenül bekeveredtem egy táncházba. És az annyira, ez főiskola alatt volt, és az annyira megtetszett, elhatároztam, hogy hát meg akarom tanulni a táncokat is, meg a zenéket is. Ez melyik évben volt, vagy melyik években? Hát ez a... Igen, mondom. Mikor voltál főiskolás, arra emlékszem. Hát, 70... 82... Mikor 82-ben érettségiztem, tehát a 80... 4 körül lehetett. Uh-huh. 84 körül, vagy 85. És igen, tehát igen, de ennek az az előzménye azért, hogy én már furjázgattam előtte is az általános iskolában, ezen a, hát a klasszikus furján. Az egyik felsőben az egyik énektanárunk, az elmondom a nevét, mert csodálatos dolgot tett velünk ott. Magyaródi Elek tanáról. Néhány évig tanított ott az iskolában, és akiket tanított, azokat az osztályokat megfúriáztatta. És tehát ilyen kis zeneműveket ő átírt furujára, több szólamú műveket, ilyen lókottában, ugye A-A-E-E, és fölötte a ritmus képlet. És az iskolai ünnepségeken ilyen, nem is tudom, 40-50 tagú, vagy még nagyobb létszámú furja kórussal játszottunk 4-5 szólamban. Volt, aki nagyobb furuján. Na, és hát ez csodálatos volt. Elment a suliból, nekem meg annyira megtetszett a furuja, hogy azután én mindig furjáztam, tehát itt tanultam mindenfélét, tehát ilyen slágereket, tehát mit tudom én, világslágereket Abbától kezdve, aztán
Aztán mit tudom. Akkor melyik? Mi volt a menő? Mi volt a menő a Schwarzwaldvágból? Milyen zenekar? Általános iskolában akkor még nem, voltam, nem volt akkora nagy élő, akkor mindenféle. Tehát, ja nem, bocsánat, azt nem tudom általános iskolában mi volt, de aztán utána gimnázium, stb. Hát akkor ugye ez az Omega piramis, de hát a külföldiek közül ugye Abba, Boniem, meg ilyesmi is azért be. Meg aztán jött az Elp, meg a Pink Floyd. Ilyen, ez volt a egyet fejlődés. De ez, itt volt ez a sok jó zenekar, és akkor... De akkor nagyon deviáns lehet. Na várjál, tehát hogyha a furiázásra visszatérünk, akkor a templomi énekek, stb. Gitáros misék, tehát sok minden volt, volt egy barátom, aki gitározott, tehát hogy én mondom mindenféle zenét, még ilyen régi zenét is próbálkoztam, tehát valamennyire egy kibogaráztam a kottát. És akkor, tehát elteltek az évek, ugye gimnázium, és akkor jött a főiskola, és akkor volt ez, amit kezdtem, hogy véletlenül betévedtem egy táncházba. Ja igen, a népdalokat is nagyon szerettem, de hát azt is így kottából, így meghallás után tanulgattam, blokkflőtén, tehát azért az más. Na és akkor, amikor így megütött ez a dolog, akkor elkezdtem járni táncházba, a Jánosi táncházba, az a MOM-ban volt, és akkor tanultam a táncokat, székét, meg gyimesit is tanultunk valamennyit, mezőséget, mindenfélét. És akkor hát nagyon vágytam rá, hogy én is játszam ezeket a zenéjem, ezeket a darabokat, vagyis hát ezeket a zenéket, és hát mivel én eddig furiáztam, hát milyen jó lenne furián. És akkor már hallottam Juhász Zoliékat játszani, például gyimesit, és hát az különösen azért is tetszett, mert hogy tánchoz muzsikáltak, tánc alá muzsikáltak. Igazából ez volt talán az egyik legfontosabb húzóerő, vagy ilyen csábító erő ebben. És befejeztem a főiskolát, és akkor most már van időm, és akkor megtudtam, hogy az Óbudai zeneiskolának van ilyen népzenei része, és akkor oda mentem el. És ott jelentkeztem, és azt hittem, hogy a Béres tanárúhoz kerülök, a Béres József, igen. De aztán ő egyből átirányított Berán István, Berán Pityuhoz, az akkori Méta együttesnek a fúvósa volt, brácsása, dudált, furiázott, tárogatózott, klarinétozott. És szerencsémre átirányított, és nem a népi kamara zenét kellett tanulnom a Béres József volt, ugye? Vagy János? János. És én Ferenc emlékszem. De, na mindegy, szóval, hogy ez egy teljesen más téma. Tehát oda kerültem, úgymond az autentikus népzene néhez kerültem. És a Berán Pityu, hát megmutatta, ja ugye, hát egy teljesen más hangszer, ugye. Tehát egy kicsit azért elkeseredtem, mert hát most egy más hangszeren kell játszani, csak 6 lyukja van. Aztán szerencsére kiderült, hogy azért ez nagyon jó hangszer. Megmutatta az alapokat, egy néhány óra volt, amikor így ilyen egy-két dolgot így leírt kottába, és akkor ilyen kis új gyakorlatként. Aztán már egyből ilyen gyűjtéseket adott, tehát hogy eredeti felvételeket. És akkor azokat így tanulgattam. Aztán tulajdonképpen együtt vele elkezdtük tanulni a gyimesit. Hát ő már egy-két dallamot tudott, de nem túl sokat. És akkor... Hát... És hát akkor rettentően tanultam. Amikor csak szabad időm volt, ekkor már dolgoztam, tehát volt munkahelyem. Igen. És amikor csak szabad időm volt, akkor hallgattam és tanultam. Ja, én közben katona is voltam másfél évet, tehát hogy igen, mindegy, szóval munkahely, egy keresett, egy fél évet, vagy mennyit, akkor katonaság másfél éve, és akkor utána megint munkahely. De a katonaság alatt is rengeteget tudtam gyakorolni, tehát hogy, mert ilyen úgynevezett sárgarigó voltam. Te hol voltál? Én Kalocsára vonultam be, ott volt az alapkiképzés fél évig,
és utána egy év az meg valamelyik csapatnál. És hát én szerencsére Budapestre kerültem, úgyhogy csak bejártam, mintha dolgoznék. Na, de hogy tudtam gyakorolni és... Dolgozni? Mit dolgoztál? Ott a katonaságnál? Nem, előttem. Ja, hát ugye villamos üzemmérnökként végeztem. A Kandón? Igen. Elektronikai készülék és alkatrész technológia szakon. De szép! Alkatrészakos voltam? De szép! Mert te is adod? Persze. Te alkatrészes? Nem, én mit is voltam, műszeriparos. És ráadásul úgy, hogy egy évvel később. Hoppá, na. 84-ben kezdtem. Na, hát... És elkezdtél dolgozni? Hát a TÁKI-ban, Távközlési Kutató Intézetben. Ja, hát akkor meg vele vagyok. Én távközlési üzemmérnök vagyok. Wow. Teljes az összhang. Hát akkor lett volna esélyem megtanulni furuljázni? Ja. Lett volna esélyem megtanulni furuljázni? Nem találkoztatok? Nem. Akkor még nem te. Hát igen. Na, bár a kínkupán szerintem találkoztunk. Lehet, igen. De nem sokáig dolgoztam. Nem, mondom, tehát no, akkor egész pontosan kb. 3/4 évet vagy fél évet az először, akkor másfél évet katona voltam, utána megint egy 3/4 évet dolgoztam, és akkor rájöttem, hogy engem bár érdekelte a szakmám is, meg nagyon szerettek ott a kollégák, de arra gondoltam, hogy a néprajz engem rettentően érdekel. Akkor úgy kezdtem olvasgatni. Még akkor nem is gondoltam, hogy én zenész leszek, vagy ilyesféle. És akkor hogyan én most felvételizni akarok az ELTÉ-re, néprajz szakra. Hát, és mielőtt még felvételiztem volna, bejelentettem a szüleimnek, hogy hát én ott hagyom a munkahelyemet, mert én inkább néprajz szakra fogok járni, és majd korrepetálásból fogok pénzt keresni, matematika, fizika. És persze nem vettek föl az ELTÉ-re. És a szülők csúnyán néztek? Hát eléggé kétségbe estek az ELTÉ-en. Igen, szegények, mert hát volt egy jó állásom. Tehát nem vettek föl az ELTÉ-re. Kicsit morcos voltam, mert oké, hogy nem olvastam el minden könyvet, amit esetleg kellett volna, de addig én már jártam ki többször így Gimesben is gyűjteni. És ilyenekről meg nem is érdekelte őket, csak az érdekelte őket a felvételni, hogy mit olvastam, abból mit tudok, szóval hogy ilyen... Hát biztos, megvan az ő... pályájuk, vagy nem tudom, ebben a dologban. Mindegy, szóval nem vettek föl, és akkor viszont már ugye kezdett megerősödni a zene is. Ugye ez... tudom, igen. Nem tudom már pontosan az éveket, de hogy... Hát igen, akkor az volt a nagyszerű dolog, visszatérek a Berán Pityuhoz, a furulya tanáromhoz, hogy tehát ugye megtanított az alapokra, és onnantól kezdve gyakorlatilag ilyen konzultáció jelleggel voltak inkább az órák. Tehát nem az volt, hogy én oda mentem, és akkor megtanított nekem egy dalt, hanem amit én megtanultam otthon eredeti felvételről, azt hát egy kicsit esetleg hozzászólt, hogy mire figyeljek, vagy mire ne figyeljek, vagy igen, tehát hogy ritmus, vagy bármi ilyesmi. Na és egy idő után, mondom, annyira rettenetesen tanultam és hát fejlődtem, hogy egy idő után már gyakorlatilag többet tudtam, mint ő, legalábbis Gyimesiből. És akkor ő kitalálta, hogy a Méta Táncházban legyen abban az évben, abban az évadban Gyimesi tánctanítás. És hogy akkor furuljával. És akkor mi furuljáztunk, Konkoly Elemér gardonyozott, és én vezettem már akkor. Tehát annak ellenére, hogy a tanárom volt ugye eredetileg a Pityu, de hát ebben nem csinált problémát, és nyilván felfogta, hogy én már többet tudok ebből a dologból, úgyhogy
tehát együtt furiáztunk, úgyhogy én vezettem. Tehát ez egy csodálatos, az egy csodálatos tanár volt, azt gondolom, vagy mester. Mindig annyit, tehát amikor kellett segített, amikor nem, akkor meg már, tehát nem állta az útját a fejlődésnek, sőt. Na hát, és hát ez csodálatos volt, mert ugye akkor lehetett készülni még újabb dolgokra. Egy évadon keresztül ott játszottak a Gyimesit. És akkor... De hogy ragadtál meg a Gyimesinél? Hát, mondom, sokféle furúja, ha vagy elnézzem, igen, a több furújára. Igen, azért ragadtam meg a Gyimesi mellett, mert hogy tánc alá lehetett muzsikálni. Mert ugye Gyimesben alapvetően a hegedés, a gardony volt az vagy a régies alapvető ilyen felállás, hangszerfelállás. De azért sokan ugye furiáztak is ott, még ilyen kisebb alkalmakkor esetleg még furiára is táncoltak, sőt esetleg még olyan is volt, hogy furia gardony, sőt ilyen gyűjtések voltak is, ugye a Timár Viktorék, vagy a Timár Jánoska Viktornak az édesapjának is voltak ilyen, ahol nem hívtak prima, tehát ilyen hegedűst, hanem akkor furia gardony, mondjuk egy keresztelő, vagy ilyesmi. Tehát, hogy volt ennek egy ilyen hagyománya valamennyire volt. Meg hát az, hogy hát jó, tehát nekem a Juhász Zoli féle, tehát ugye ők ezt csinálták, és volt többször olyan bál, vagy olyan táncház, ahol ők furiáztak, akár a táncház találkozó, és ez fantasztikus volt. Föl is volt, amit fölvettünk, és akkor abból is tanultunk. Tehát ő nekem nagyon nagy példát adott ebben a dologban, és mondom, engem az mozgatott főleg, hogy tánchoz való muzsikálás. Mert hogy korábban, akkor visszatérök még a blokkflötés időkre, a kis baráti társaságban voltak olyan lakodalom vagy valami, és akkor ilyen skót táncokat furiáztam blokkflötén, gitárral, és ez is, tehát én ott találkoztam először, hogy milyen jó érzés tánchoz muzsikálni. És akkor miután a táncház is meglett, akkor ugye akkor népzenét is játszom, és akkor tulajdonképpen mondom, a Gyimesi volt az abban az időben, amire azt lehetett mondani, hogy na, ezt lehet tánc alá is, vagy szokták. Mert ugye mert tulajdonképpen azért is, igen, Gyimesben azért alakulhatott ez, vagy maradhatott fönt jobban ez a dolog, mert egy nagyon egyszerű kísérlet, ugye egy gardony. És nem úgy, mint máshol, mint a Széken, vagy Kalotaszegen, ahol hegedű, brácsa, bőgő, és tehát ott a furulja nem, szóval az nem olyan. De egy gardony mellett egy furulja, az tökéletesen szól. És a moldvai? A moldvai, ez később jött. Ez később jött. Úgy értem, hogy az is, most a zenés szempontból mondom, hogy az is egy egyszerű. Hát az is egy egyszerű. Tehát, hogy ott csak kell hegedülni tudni nagyon fontosan. Aki furuljázik, annak nem, aki hegedül, annak igen, de hogy mondjuk egy kobzos, meg egy furuljás, az már egy jó. Abszolút. Egyébként alapvetően nem használtak a furulja mellé semmit. Igen? Ezt, jó, akkor ez majd, de hogy ezt, nem tudom, hogyha majd eljutunk oda, de most is mondhatom. Okay. Csak egy ilyen megjegyzés közösszorban, tehát a hegedű az egy késői népi hangszer, azért a furulja meg. Igen, hát azért is mondtam. Mindenféle ütő hangszerek voltak a korai verziók, és arra is tudtak táncolni, ezt már nehezen tudjuk elképzelni, de a bulik, úgymond a bulik. Hát én meg duda, én nem tudom nehezen elképzelni, én ezt élem. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy valaki elkezd énekelni, akkor arra is lehet táncolni, egy énekesre is. Ja. Tehát így. De azért az átlagember nem gondolja ezt. Hát szóval nem, de ugye nem ez a jó. Hát meg mihez vagyunk szokva, ugye? Igen. És még egy, arról nem beszéltél, milyen hatása kezdtél el kijárni mondjuk Gyimesbe? Azt értem, hogy miért mentél a Gyimesi zenéfe, és akkor a következő lépés nyilván az volt, hogy meghallgatni eredetibe. Igen, hogyne. Hát pontosan. Tehát, hogy azért ott ezzel sok gyűjtést hallottam, megint csak a Berán Pityi adott egy
zsák kazettát. És emlékszem, hogy valami nagy beteg voltam, ilyen lázas, nem tudom, kanyaró, vagy nem tudom, mit voltak akkor ilyen, tudom így. De hogy tök jó volt, mert hogy nem kellett menjek sehová, és akkor behoztam mindent, és akkor ott másoltam a kazettákat, és jegyzeteltem, hogy mi micsoda. Tehát, nem tudom, egy napokig, nem tudom, ezt csináltam, vagy egy hétig. Na, de hogy, hát hogy milyen jó lenne kijutni oda. És akkor, na és akkor jött az, hogy kezdtük tervezni, ja, igen, volt más fúriás is, egy másik fúriás fiú, egy Sikkeri Zoli, aki szintén azt szemlélt a Pityuhoz, vagy valahogy így, és körül ő mondta, hogy hát csináljunk egy együttest, és hogy játszunk gyimesit, majd, tehát csináljunk egy gyimesi táncházat. Hát én eleinte nagyon nem akartam, mert hogy hát én nem tudunk annyit, meg eleget. Hát aztán valahogy rávettek, meg aztán így belementem a dologba. És ő már volt kint gyimesben, és akkor a következő alkalommal elmentem vele. Télen. Jó hidegben. Mikor volt ez? Ez pont a... Ugye mondom? Igen, ez jó. 88 terén? Azt hiszem 88 terén volt. Ez szerintem egészíts ki azzal, mert ezt sokan nem tudják már itt a járvők közül, hogy egy elég kemény időszak volt. Igen, nem volt olyan egyszerű gyimesbe jutni. Igen, tehát hogy eleve Erdély is egy problémás, Erdély beutazás is problémás volt, mert ugye akkor még ez a Ceausescu szocialista, kommunista diktatúra volt Romániában, és a mindenféle magyar kulturális vagy kincset, folklór kincset, azt ők féltve próbálták bent tartani az ország határain belül. Tehát, hogy mert hogy az román kincs, és hogy azt ne vigye ki senki. De nyilvánvaló azért is, mert hogy minél kevésbé legyen nyilvánvaló a külföldiek számára, hogy ott mennyi sok magyar folklor anyag van. Vagy igen. Na és emiatt, hát tulajdonképpen egy ilyen bujkálós időszak volt, tehát aki, főleg is falun, tehát hogy még városban ott nem volt olyan gond, mert ott úgy el lehetett lenni, de például probléma volt az, hogy valakinél aludni. Tehát szállodában az nem volt probléma, de az, hogy egy barátnál megaludni, az nem is volt szabad. Maximum úgy, hogy bejelent, azt talán be kellett volna jelenteni, de még lehet, hogy úgy se volt szabad. Hogyha valakit rajta kaptak, vagy feljelentették, mert rengeteg besugó volt abban az időben, nagyon-nagyon sok besugó volt, akkor komoly pénzbüntetést kapott, vagy akár még tetleges büntetést is. Na és a falu helyeken is megvolt ez. Így például Gyimesben. Tehát magyarán úgy érkeztünk oda Gyimesbe legelőször, hát eleve úgymond ilyen úgynevezett beolvadós ruházattal mentünk, tehát hogy próbáltunk valahogy úgy kinézni, mint az ottaniak, hogy ne tűnjünk föl. Nehéz látod. Akkor még azt hiszem nem volt kerekszem, mert nem tudom mi volt akkor, de lehet, hogy már akkor sem. És tehát éjszaka érkeztünk oda valamikor, nem is, éjjel 11-kor, és na igen, pont az első útunk, az sajnos ebből a szempontból nem jól sikerült, igen. Mert a házigazda, nem tudom, 15 kilométert lejött szánnal értünk, és fölvitt a házához. Tehát 15 kilométer szánnal? Igen. Hát mert hogy akkor ugye ott havasok az utak, és akkor jobb a szánnal. Jó, tél volt. Igen, tél volt. Ez és rendszeretes utak volt. Jöttek az ünnepek. És akkor ott hát vendégül látott, fantasztikus volt, akkor a Timár Viktorékkal megismerkedtünk, akkor a Fintu Dezsővel is. Fintu Dezsőt addig nem is nagyon ismerték. Tehát, hogy
Csak ő mondta, hogy van egy barátja, vagy aki ő is úgy furjázott. Na hát akkor gyűjtöttünk először, aztán kb. Egy hetet voltunk ott, átmentünk három kútra, aztán hazajöttünk, de hogy aztán hallottuk, hogy sajnos megbüntették őket, mert hogy annyira nem vigyáztunk, meg ők se vigyáztak erre a dologra. És amikor legközelebb mentem, akkor már nagyon vigyáztunk. Tehát amikor későbbiekben mentem, még a Ceausescu idő alatt, akkor úgy mentem, hogy például, hogyha ugye ott az utcákat nem utcának, hanem pataknak nevezik, hogy tudom, Szalamás pataka, nem Szalamás utca, mert csak a patakok mentén települnek, mert völgyekben, ugye a hegyek között van az egész. És amikor mentünk a Szalamás patakára, akkor nem ott szálltam le a buszról, hanem egyel tovább. És megvártam, míg a busz elmegy, sőt, elindultam fölfelé. Aztán busz elment, és láttam, hogy senki nincs már az utcán, és éjjel volt, ugye nappal se lehetett volna. Tehát csak éjjel mentem ezekre a helyekre, érkeztem, úgy vettük a vonatjegyet meg. És akkor visszasétáltam egy megállott gyalog, és úgy mentem föl Szalamáson. Ott a Szalamáson ott már nem voltak besúgók, legalábbis azon a részen, úgy, ott őket nem nyomták föl egyszer sem. Tehát, hogy vigyázni kellett. Ugyanez volt, amikor először Moldában voltam, akkor is megtanultam egy mondatot így románul, hogy hogyan kell megkérni, hogy álljon meg ennél a megállónál, és ott leszálltunk. Na szóval, hogy vigyázni kellett. De mondjuk ez nem tartott sokáig, ugye, mert 89-ben, ugye? Akkor december, karácsonykor. Igen. Tehát Moldában 89, pont a forradalom előtt nem sokkal voltunk. De addig gyimezben voltam többször is. Na hát ez a... Igen, szerintem az is érdekes lenne, hogy egy kicsit beszélni a gyimesi világról, mert szerintem azt sem mindenki ismeri. Az egy elég specializált világ. A gyimesi csángók, ugye a csángó szót sokan ismerik, csak nem olyan tudják mindig, hogy mi a tartalma. Meg nem csak gyimesi csángók vannak, hanem többféle. Igen. A Teréz idejében a határ elsőből maradtak itt ez a csángó nemzedék. A csiki székelyből származtunk, úgy települtek ide a nagyapáink, vagy még az előtt. Itten határ volt, itt lent van a Gyimesen, innen 20 kilométerre az akkori határ, a Rákóczi határ, úgy nevezik. És itten határőrök voltak. Ez a nemzedék azokból maradt itt, ide telepedett, így lett a csángó faluk ezek. We'll be right back.
elment a templomba, érted? Darab Pista egy ilyen idősebb lagém volt, olyan... Olyan fiú volt, hogy tudod, hogy nem akarlak. Fix volt. És elment a templomba, s fájt a hasas, kellett púrcoljon, tudod? És a mellette való észrevette, hogy Pista valamit csinált. Mit csinált a Pista? Azt mondja, mit csinálta a Pista? És azt mondja, hogy hát én az áldott templomban nem tartom az ördögöt a hasonba. És elengedte a púrcot. A csángok, az valami olyasmi gyűjtőfogalom, vagy olyasmit jelent az egyik értelmezésében, hogy elcsángált, tehát, hogy valahonnan elvándorolt népesség. Tehát a gyümesi csángók, azok Székelyföldről vándoroltak ki, vagy ott, vagy így fokozatosan, és így alakítottak meg ott ilyen településeket. Ez hegyvidék, tehát ez igen, a Kárpátok vége. Igen, tehát ez a keleti Kárpátoknak az egyik része, ez a gyimesi havasok, vagy a inkább úgy mondjam, a gyimesek. A Csíkszeredától nem messze, most 30 kilométer, körülbelül ilyesmi. És maga a gyimesi völgy, ott a Tatros folyó, eleinte még ilyen patakszerű, de aztán nagyobb lesz. Tehát nem egy óriási folyó, egy folyócska, a Tatros, ami egyébként a Tatáros névből ered, állítólag.
az ott, tehát az a fő völgye Gyimesnek, és sok kis mellék völgy csatlakozik hozzá, sok kis mellék patakkal. És ugye, ahogy mondtam... Már, bocsos, közben, de hogy ez nem Erdély fele folyik, hanem ez már Moldva igen, fele. Igen, tehát ezek az már túl, vizek... túlsó oldala a Kárpátoknak. Igen. Így van, tehát nem a Gyergyói medence vagy a Csiki medence felé, hanem Moldva felé. És ezek a Tatros által Tatros aztán... Igen. Igen, végül belefolyik a Szeret folyóba. Na és... Tehát sok kis mellékpatak, vannak ilyen még nagyobb patakok azoknak is, tehát egy nagyon izgalmas ilyen hegyes-völgyes vidék, de inkább ilyen magasabb hegyes, tehát nem ez a dombos, hanem tényleg ilyen hegyes. Hát alapvetően a hagyományos életük az állattartás, tehát gazdálkodás, tehát hogy... Tehát állattartás, tehát juhok, tehenek, ló, meg hát ugye a háztáj baromfi, disznó, és hát ugye ezeknek ugye megtermelni a télire való táplálékot, tehát széne, úgy mondják a széne csinálás, hogy gyakorlatilag egész nyáron szénát csinálnak, hogy legyen télre mit tenni az állatoknak. Hát ezen kívül volt, amikor termesztettek rost, azt most mostában már nem, meg pityókát, vagyis krumplit, meg ilyen zöldségeket. De a fő az állattartás, és ugye ott a sajtkészítés, az sokszor el is adnak belőle, meg hát ugye abból húst is nyernek. Meg a másik a fa. Fa kitermelés. Tehát akinek volt erdeje, az sokszor, tehát például Moldva felé szekerekkel vittek le deszkákat. Deszkákat, nem tudom, talán kityókát is, azt most nem tudom. És teri szekér deszka. Lementek Moldvába, moldvai csángó falvakba, és ott cseréltek terekbúzára, vagyis kukoricára, szőlőre, vagy borra. Úgy is hívják, hogy deszkabor. Deszkabor, igen. Igen, nem ilyen. Szőlőt is volt, hogy vettek, és ők is csináltak bort otthon. Úgyhogy, tehát mondom, alapvetően a gazdálkodás volt a régi, illetve nagyon sokan jártak dolgozni, így ingázva, tehát reggel elmentek, este visszajöttek, így navétáztak, ugye, ottani szóhasználattal, Csíkszeredába, gyárakba dolgozni, így mint például Tinár Viktor is, hajnalban. Reggel ottkor hidegben ott várják a buszt, beszélgetnek. A Csíkszeredával állomáson akkor ott deci pálinkát. Be? Mennek a munkahelyre. Aztán este vissza. De emellett ugye meg volt a saját háztájuk. Tehát emellett ugyanúgy csinálták a szénát, stb. Sőt, adott esetben volt, ugye, tehát a régi emberek, vagy a régi falusi emberek, ugye gyakorlatilag a legtöbbjük mindenféléhez értett, amire a falusi életben szükség volt. Tehát, ha kellett, akkor meg tudta csinálni a házat, meg tudta ácsolni a házat. Mert faházak vannak. Igen, ugye, mert ott ott sok fa van, tehát ott a fa az, amiből, tehát ilyen borona házak. Tehát, hogy például Timár Viktor is ugye amellett, hogy járt dolgozni a gyárba, Timár Viktor egy nagyszerű fúgás, egyik fúgás mesterünk volt, illetve még él mesterünk. És
Tehát a munka mellett ugyanúgy megcsinálták ezeket a dolgokat, csak mondjuk esetleg nem volt annyi állata, mert annyit nem tudott. Vagy pedig, ugye, hogyha ő maga nem tudott foglalkozni annyi állattal, mert egyéb munkája is volt, akkor kiadta pásztorokhoz a nyári időre, illetve hát tavasztól őszig kint volt a hegyen, a csobánoknál, a pásztoroknál, és akkor ők vigyáztak illetve az állatokra, ők ugye, tehát ott ugye ettek az állatok, ugye megfejték, ott főleg birkák, tehát a juhok, magyarul ott johónak mondják, johókat adták így ki, és akkor megvolt az, hogy egy juhnak, juhért a végén mennyi, meg nem csak a végén, tehát közben is fölment a gazda, tehát és akkor megkapta a megfelelő mennyiségű sajtot, amit ugye a pásztorok készítettek. Nyilván a pásztornak is megérte, mert nem annyit adott, amennyit azt csinált, hanem sokkal többet, de tehát ő meg azt adta el, tehát hogy mindenkinek megérte így a dolog, mert na. Tehát mondom, tehát aki nem saját maga pásztorkodott és vonult ki a hegyre a nyári időben, az pásztorhoz adta az állatot. És ezt tanának hívják a hegyi ilyen szállást. Igen, a tehát ahol a pásztorok szállása az esztena tulajdonképpen. És ott csinálják a sajtot is. A juhot háromszor fejik egy nap. Háromszor. Tehát nyilván nem egyedül van a pásztor, a csobán, a főnök, és vannak a beosztottak, és ott nagyon kemény meló van. Több száz juh beterelik egy ilyen, őket egy ilyen, mint egy töltsészszerűen ilyen fa. Ilyen kerítésbe, és akkor ott jönnek egymás után meghelyik, jön a következő. Szóval közben egy kemény világ, de közben azért ott ráértek furjázgatni is, ugye sokan hát, tudnak furjázgatni. Ahogy a régi időkben, tehát hogy nem csak a munkából állt az élet, tehát a szórakozásból is, vagy a mulatságokból, abból, amivel nem is tudom, tehát hogy mostanában gondolkodtam el ezen, hogy ez egy ilyen, tehát tehát eleve a munkát is máshogy csinálták, mint manapság, tehát nem kapkodtak, tehát hogy ez nem is kapkodhattak, mert akkor nem működött volna, tehát minden szép módszeresen, nyugodtan, ugye profi módon. Tehát, ugyanakkor a kemény munka mellett megvoltak azok az alkalmak, amikor ők tudtak, tehát kiélhették a lényük másik részét, amikor féktelenül szórakozhattak. Bicskázhattak. Akár bicskázhattak. Tehát mind a zenélésben, mind a táncban, mind a halott siratásban. Tehát megvoltak azok az alkalmak és igen, alkalmak mondjuk, igen, amikor a különböző érzelmeket, érzéseket, amik így évközben így felgyülemlettek, esetleg úgymond kirázzák magukból, vagy átéljék újra, és akár elbúcsúzzanak egy halottól. Tehát az, hogy elsíratsák, hogy és az ugye nem csak egy óra volt, hanem három napig ott voltak, és tehát tényleg megtörtént egy elbúcsúzás. És persze ez voltak úgymond szakemberek, tehát akik segítettek az ilyen, akár a siratásban, de hogy ez lehetett hozzájuk kapcsolódni. Ez például a halottnak a elkísérése, vagy a búcsúztatása, akkor ugye sokszor az utcán is zené... Ja igen, volt, ott is lehetett, bizonyos esetekben fogadtak zenészt, gyönyörű keserveseket játszott órákig. Tehát szinte egy ilyen meditáció. Akkor volt, hogy gyors dalmokat is játszottak közben egyet-egyet. Persze ott gardony nélkül.
Aztán amikor indultak a temető felé, akkor is igen, tehát annak is ezeknek mind megvolt a, hogy mondjam, a, hát most jó értelemben, mert koreográfiája, tehát nem volt egy ilyen merev dolog, de hogy megvolt, hogy mihez mit, milyen dallam tartozik, vagy mit szoktak játszani. Akkor indultak a temetőbe, akkor is volt a úgynevezett halott kísérő, akkor egyéb keservesek, akkor volt, hogy a halott így jó táncos volt, vagy szeretett valamit, és akkor ott a sírnál is eljátszottak valamit neki. Hát ez a temetés mondjuk, vagy a halotti ceremónia, de ott volt ugye a lakodalom, ahol megint csak az, hogy az elbúcsúzás, tehát ez még mai napig is sok helyen még mondjuk akár itt is megvan, de hogy ott is megvolt a szakember, aki ugye vitte végig a dolgot, a nász nagy, amit ott gazdának, hogy is mondják, gazdának mondanak, mindegy itt nálunk nász nagynak. Ugye elmondta a búcsúzást, amit a legény elbúcsúzott a szüleitől, vagy a leány, és akkor ott mindenki volt legalább itt a életében, szerintem lehet közel 100-szor lakodalmon, de és mindig sírtak az emberek, mert hogy újra és újra átélték ezt a dolgot. Mind a fiatalok, mind az idősebbek, és nem csak a konkrétan az a család, hanem akik ott álltak, mindenki ott zsebkendőzött. És ez, tehát, hogy ezek a lelki dolgokat, meg az újra átélése, kiélése, ki dolgozása az embernek saját magából, ezek nagyon fontos dolgok voltak, amik manapság tényleg így sokszor hiányoznak, és akkor ilyen módon előtűnnek bizonyos ilyen, amik úgymond modern ilyen pszichológiai, vagy nem is tudom minek mondjam, spirituális eszközök, alkalmak, mint például ilyen szomatodráma, vagy családállítás, pont ezeket amik nem történnek meg, úgy mint faluhelyen, így a városi, vagy a úgymond nagyon civilizált embernek megpróbálják ezeket helyettesítve, egyébként tök jól, de hogy megadni ezt a lehetőséget. Na, most ez csak erről jutott eszembe ezekről a... Szerintem fúriázza egy kicsit. Jó. Aztán folytatjuk Moldvával. Én még annyira egészítem ki, amit nem adott el a Robi, hogy ez egy gyimesi kultúra, az nem, az nem erdélyi kultúra, tehát nagyon leválik az egészről. Aki nem járt ott, azt nem is tudják elképzelni. Mindenki úgy gondol rá távolról, hogy ez az erdély része, de nem erdély. Tehát ez inkább egy annyira zárt világ alakultott ki a hegyekben való élés miatt, meg azért nincsenek is jobb igazán a székelyekkel, ezt is ki kell mondani. Tehát van egy ilyen lenézés a székelyek által, hogy egy gyimeséket ilyen csángóknak tartják, és emiatt, meg hát a nagyon zárt életmód miatt egy elég sajátos, régi és valami maradt meg, tehát nem ugyanaz a székely zene, mint a gyimeséket. És ennek szerintem a Robi is erre kapott rá, hogy itt egy olyan zenei világot talált meg, ami nagyon egyedi dolog. Kicsit ősi. A tagyartóban és a lenyányban, igaz? A két leanyunkban. Hát azért, hogy sok szeretel volt neki, és járt több leanyukhoz. És aztán ingemet hagyott utána, aztán ott megkért ingemet. A többieket szerette, és aztán engem elhozott Osszonynak. Fú,
Ha nem igaz, Öncsi, ha valamit kell mondjon az ember. Hát az igazság, igen, csak van benne valami. Így volt? Hazudik. Ne higgyenek neki. Banat, kasárűség, banat, kasárűség. Még a testvéres ellenség, még a testvéres ellenség. De hát idegen, hogy ne volna, hát idegen, hogy ne volna. Mikor a testvér sincs jomra, mikor a testvér sincs jomra. De elmenjek a földbe lakni, elmenjek a földbe lakni. Hogy ne taszigáljon senki, hogy ne taszigáljon senki. De olyan házat csináltatok, olyan házat csináltatok. Ablakot rá nem vágatok, ablakot rá nem vágatok. De ablakot rá nem vágatok, olyan házat csináltatok. Ablakot rá nem vágatok, olyan házat csináltatok. Csak annyi volt. Hával megyek, aztán jövök ki, hogy még szedjek virágot. Na kell szedjünk, kuszuljunk virágot. Csak egyet szedjük. Most kettő. Hol menni? Pati! Jövök! Pecsa, pocsom, mozogatom. Tudom. Pecsa, pecsam. Mocs. Hogy van? Pecsa, pocsom, mozogatom, rongyom. Pecsa, pocsom, mozogatom, rongyom. De hogy van? Kustinya!
14-ben születtem. 14-ben. Legnagyobb sorsom az életben az volt, mikor örökre internáltak, hogy soha a családomhoz nem jöhetik. És mikor volt? Az 52. február 23-án raboltak ki a családomtól. És 9 hónapra változott a törvény, hogy csak egy évig tartottak. Mert nem volt semmi bűnügyem, mert a Securitate ítélt el. S ha lett volna a bűnügyem, akkor a törvényszék kellett volna aztán ne ítéljen. De nem volt semmi bűnügyem. Csak kommunista ellenes voltam az életben, és az is fogok lenni, amíg élek. 44. novemberben, amikor elfogtak az oroszok, 107 kilós ember voltam. 45. februárban 42 kilós ember voltam. Olyan életben sorsban részesítettek. Sokan voltak ebben a lágerben? Abban a lágerben össze voltunk. December utolsó napján vittek be 6500-an. Tavasszal voltunk 1500-an. Naponta 40-50 ember halt meg. Egy gödörbe temetődtek. Csórim! Kettő belé állott, helyeztette tapottos a más hantuk belé. Egy-egy fél méter arra szőttevődött ráig. Bizó. Ilyen volt az élet. Udvaromon harmon fordul a kocsi, édesanyám kuferomot dojza ki, s hojza ki a beívó levelemet, három évre felejtse a nevemet. S hojza ki a beívó levelemet, három évre felejtse a nevem. Édesanyám sokat intett a jóra, ne menj fiam korcsomába borénya, s nem hallgattam édesanyám szavára, lányok vitték engem a csalfaságba. S nem hallgattam édesanyám szavára, lányok vitték engem a csalfaságba. S fekete tyúk, mint megetted a megyet, életemben nem szerettem csak egyet, s azt az egyet, aki tőlem elveszi, azt az Isten s az én atkom megvári. S azt az egyet, aki tőlem elveszi, azt az Isten s az én atkom megvári. Tartottunk odaki, úgyhogy nem rekesztettük be, és el is kihaltak.
a medve harmat öltött meg egy éjjel. Itt? Igen. Harmat. Na, akkor csúnya dolgot csinálok nagyon. Akkor a szép marha alkotást nem fetette őket. Teljesen. És nem volt szabad kilőni. Tényleg falgat. Duros puliszkal tudtak-e csinálni, vagy csinálhatsz mindenkinek? Jobb lesz, ha én csinálok? Jobb lesz. Jó. Itt ez a duros puliszka csinálás olyan önkiszolgáló dolog. Mindenki magának szokott csinálni, mekkora alkalom. Már is nagyotán csinálok, és nem szeretik akkor. Na, egyedül későre tudja elmondani. Nem egyedül a későre. Nem egyedül a ugye, ez sokkal egyszerűbb a zenekaristát, ugye. Egy hegedű, amit ott mozsikának mondanak, és a gardony, ami ilyen húros ütős hangszer. Tehát gyakorlatilag egyetlen egy hang szól, egy D hang, össze van hangolva ugye a hegedűvel. És ettől egy lényegesen egyszerűbb hangzás, sokkal inkább, ha úgy vesszük, ebből a szempontból hasonlít az indiai zenéhez, ahol szintén van egy állandó, egy ilyen állandó hang, ugye amin tulajdonképpen szárnyal a dallam. Itt is, a Gyimesiben is tulajdonképpen ez van, tehát a gardony az nagyon fontos, ugye ad egy ritmust, és ad különböző ritmusokat, ugye attól függ milyen tánc, és ad egy állandó, egy ilyen hangot, egy alap, nem feltétlenül alaphangot, de egy ilyen, nem tudom, ezt szívják kicsit burdon kíséret, olyasmi burdon kíséretet. És akkor ugyanígy furujával is ez így megtörténik. Na és mivel, hogy nem? Nincs brács, tehát nincs úgymond harmónia kíséret, ezért a sokkal nagyobb, vagy sokkal inkább sokkal ilyen kanyargósabbá, ilyen kanyargósan ornamentikás lesz a zene. Tehát, hogy nem csak az van, hogy van egy hang, és akkor mondjuk meg tehát így megdíszítjük azt az egy hangot, hanem maga a dallamot is rendkívül sokféleképpen variálják. Pont emiatt, hogy sokkal inkább egyedül van, tehát több mindent meg kell, vagy meg tud csinálni, mint hogyha van egy brácsa, meg egy bőgő, amik ott gyönyörű szép hangharmóniát hoznak. Na. Akkor...
Mint ami letisztított formákat nekünk az iskolában próbáltak tanítani a blokkfőtén. Mert itt annyi úgynevezett
csak én mondom, ezt nem így hívják, biztos van valami szakmai, hogy ilyen piszkos hang van, meg több hangot játszol egyszerre, meg ennek van valami ellenőrzése, vagy egyszerűen ez ilyen? Hát ott úgy mondják, hogy hát a, na igen, tehát ez a, mondják úgy, hogy dünnyögnek, bele dünnyögnek, vagy dunnyognak, morognak. Tehát, tehát ugye az a lényeg, hogy itt vannak a lukak, és a szemközti oldalon van a sípnyílás, tehát alul van a sípnyílás. És a, az alsó ajkammal, hogyha ráfedek erre a sípnyílásra valamennyit, vagy attól függ, hogyan fedek rá, megszólalnak ilyen süvöltő, felhangdús hangok lesznek. Tehát, hogy igen, tehát ez az egyik, a másik, hogy a dünnyögés, hogy ez egy ilyen nyögésszerű valami, és tehát ettől lesz ilyen dús ez a hang, de mondjuk ezt tudni kell, hogy ez valószínűleg azért alakulhatott így ki, mert a furuját alapvetően magában használták. Tehát Gyimesben is, meg Moldvában is, illetve Erdélyben is. Tehát nem véletlenül dünnyögnek, és használják ezt az ajaktechnikát, ezt a süvöltős hangot, mert így gyakorlatilag egy komplet kis zenekar szólal meg. Tehát megvan a dallam, megvan a felhang felhő, pláne, hogyha megmozgatom így a... Ugye, tehát ilyenkor változik, hogy mennyire fedek rá a nyílásra, attól másabb, attól lesz ez a lebegtetés. És akkor hozzájön még egy basszus kíséret. Tehát ha akarok, játszom, úgymond tiszt, idézelben most, tehát tiszta hangon, ha akarok, akkor csak ezt a ajkat használom, ha akarok, használom hozzá a dünnyögést is, vagy olyan is lehet, hogy csak dünnyögök egyébként. Mondjuk az ritkán van, de olyan is van. Tehát egy komplet zenekar szólal meg, tehát ez a lényege, hiszen egy magába játszottak alapvetően ezeken a hangszereken. Én innen tudom, ezt innen gondolom. De egyébként az Ázsiában is ugye a legtöbb, nagyon sok olyan éneklés fajta van, ez a dorombéneklés is például, hogy nem egy szimpla, tiszta hangon énekelnek, hanem különböző kíséreteket adnak hozzá. És egyébként Erdélyben is vannak olyan helyek, ahol az éneklésben, az ének hangban is használják ezt a karcos, egy ilyen, hát nem dünnyögés van, de hogy úgy énekel, hogy megvan a tiszta hang, és akkor és hozzájön egy ilyen karc, egy ilyen, ami nekem ugyan, én azt gondolom, hogy hasonló tőről ered, mint ez a dolog. Na, hát ez, igen. Ja, hogy igen, tehát hogy a furuja, igen. Tehát így lehet nagyon sokféle hangot kicsalni ebben a furujában. De azt látom, hogy hoztál meg ott vagy 15 furuját. Hát azt látom. Ezek mások. Igen, igen. Különböző, ugye a méretük különböző lehet. Hangjuk. Emiatt a hangjuk is, meg minden furujának ugye más egy kicsit a hangja. Ez például egy nagyon szép, meleg hangú furuja. Ezt azért szeretem. De egyébként, amit most elmondtál, azt tapasztaltuk az új grottal is, a Média Fesztivál számos 20 éven, 30 éven keresztül. Ennyi. Szerintem váltsunk most a Moldvára. Az alábbényögésre gondolok. Igen, értem. A basszus szólam. Nem azt mondom, hogy kimerítettük Gyimes, de... Azért még egy másik terület van, ami nem ugyanaz, nagyon más a moldvai zene, bár lehet, hogy neked más a véleményed, de ez megint egy külön népzenei stílus a magyar népzenén belül. És talán a legtávolabbi, vagy legősibb, vagy nem is tudom, legkeletre, vagy gyulóbb, vagy nem tudom, vagy legjobban keveredett a románnal. Ez egy sokféle verziót lehet mondani. Ott is nagyon szépen fennmaradt a furujázás.
bizonyos szempontból talán még jobban is, mint Gyimesben. Egy árnyalattal talán jobban. Hát, mert hogy a régi világban egyébként az volt, hogy főleg a fiú gyermekek nagyon sokszor pásztorkodtak is. Tehát, hogy akár csak a családnak a tudom én, állataitra vigyáztak, lehet, hogy másokéra is, de hogy általában valamennyi időt töltöttek így pásztorkodással. És az a generáció, akire most így gondolok, tehát ez a régebbi generációknál, ott, ahol még nem jött be a mondjuk a táskarádió vagy a zsebrádió, akkor, hát telefonról nem is beszélve, ott ez volt az egyik lehetőség arra, hogy szórakoztassák magukat az éneklése mellett. Igen. Tehát, hogy egyszerűen gyakorlatilag minden fiú gyerek kezében. A lányok talán annyira nem merők. Az állatokat. De állatokat, szerintem maguknak játszották, de lehet, hogy az állatoknak is. Egészségesebben fejlődtek ők is. Hát akkor mi az is mellett. Jó, figyelj, ezt... Utólag már meg tudjuk magyarázni. Egyébként már tudjuk. Egyébként miért ne? Tehát, hogy biztos, hogy hatással van rájuk is, miért ne lenne. De minden esetben az a lényeg, hogy gyakorlatilag mindenki szinte találkozott a furujával, furujázással. Akkor ez volt a menő vagy a divat. Aztán volt, aki ügyesebb volt, meg szerette is, és tovább csinálta, volt, aki meg nem annyira, vagy nem is érdekelte. És akkor így lettek olyanok, akik furjáztak jobban, vagy voltak, akik nem. De hogy nagyon, tehát tényleg rengetegen, egy faluban rengetegen tudtak, legalábbis valamennyire. Aztán persze az, hogy valaki nagyon jól, az azért abból kevesebb volt, de közülük is. Tehát nagyon jobból is voltak. Igen, a... Moldva. Ugye Moldva az már a... most a Romániának a moldvai részéről beszélünk. Ugye ez a keleti Kárpátoktól keletre lévő része Romániának, ami észak-déli irányban tulajdonképpen a Prut folyó határól, és onnan van a Moldávia, ami hasonlatos terület, de az már ugye az már egy külön ország. De minden esetre ennek a romániai Moldva, tehát részen is élnek moldvai magyarok, akiket moldvai csángóknak is, vagy csángó magyaroknak is hívunk. Ők is, hát ott több mindent mondanak róluk, ott is több réteg az, vagy több időben érkezhettek oda, meg több helyről is. Tehát mondják azt is, hogy voltak olyan magyar, nem tudom, törzsek vagy részek, hogy nem jöttek át a Kárpátokon, hanem eleve ott maradtak. Van olyan részük is állítólag, van olyan részük, amelyik Székelyföldről jött, van olyan részük, amelyik is akármi belső Erdélyből, vagy ilyesmi, tehát hogy kicsit a... És egy nagyon-nagyon... Tehát a nyelvjárásaikban is különbözők egyébként, elég sok különbözőség van. És egész messze is volt, most már nem létezik ez a Csöbölcsök falu. Az már ott van majdnem Moldávia határán, vagy valahol. Igen. Van egy viszonylag egységes tömb, ott a Kárpátok keleti rejtőn, de vannak még távolabb is ilyen falvak, vagy legalábbis ez a Csöbölcsök az ilyen. Hát és Moldvának a földrajz, tehát a névi etimológiája is alapvetően magyar. Tehát, hogy hogy Somoska, ugye ezt Szomuska lett belőle románosan. Bakó, az most Bakó, akkor
Botosán, Botos, ez is egy, tehát nagyon, nagyon sok ilyen, tehát ugye ez azt őrzi, hogy ott tényleg régóta élnek magyarok. Még egy kis kiegészítés, hogy ezt is kevesen tudják, hogy a kunok egy része az ott telepedett le, ezt még a 18. századi térképeken is Kumániának hívják azt a területet. Ami azt jelenti, hogy egy rétegük bejött a tatárok előtt, meg utána Magyarországra, az Alföldre, de egy nagyon nagy, sokkal több részig ott maradt ezen a részen. És ez ugye mai napig is kérdés, hogy ki a román, mert lehet, hogy... De melyik részen? Hát ez ott a... Moldávia? Moldva. Tehát, hogy ez egy mai napig se tudták nem senki deríteni, hogy ezek most kicsodák valójában. Valószínűleg nagyon nagy részük a magyarokon kívül, azok kunok, akikkel meg hát tudjuk, hogy elég közeli kapcsolatunk volt, ezt mi a... Kint voltunk Baskíriában, meg ott a Uránál, ott az ottaniak mondták, hogy hát felszállt, hogy oda mentünk hozzátok. Hát ők a kunok, tehát akik ott Baskírnak hívják, nálunk meg kunnak. Ők tudják. Ők azt tudják, hogy egy részük elment oda, és akkor most ott élnek Magyarországon. Ők azt hitték, hogy még mindig kunul beszélnek. De miért ne hihették volna? Tehát, a népi emlékezetük az rettenetesen beszélik. Még egy ilyen Julianus típusú dologra is emlékeztek, azt is mesélték, hogy jöttek magyar papok. Igen? Igen, ezt elmondták ott az öregek. Tehát ilyen szintű a népi emlékezet. Ott nem volt Szent István, tudjátok, megújtották ki a helyzetet. Üzzelvasa. A Körösi Szóval Sándor viszont volt. Hozzá egy céget mondom. Nem? Vagy az még nem volt akkor? Ki? Körücsi. Na, az másik vonal. Na mindegy, bocsánat, hogy közben vágtam, csak összem. Nem, ez most. És akkor ugye tehát például a nyelvükben, meg a... Tehát a nyelvükben nagyon-nagyon régies magyar nyelvet őriznek. Tehát már Gyimesben is nagyon sok régies, tehát például ott is Gyimesben is nagyon sokan a valvel hasonlást, tehát, nem, tehát úgy használják, hogy nem hasonulva, hanem kenyérvel, stb. Így mondják. Hát Moldvában ja. Meg mindenképpen ez is, de sok olyan szó van, amit eleve máshogy mondanak erre, tehát aztán... Illetve nagyon sok olyan szó van, amit nem ismernek, ugye, mert amikor ők eljöttek, akár Erdélyből, tehát igen, tehát ahonnan ők jöttek, abban az időben ugye, akkor az még olyan dolog nem volt, tehát arról nincs szavuk, tehát azt nyilvánvalóan a románból vették át. De azt is nagyon sokszor ugye csángosítják, tehát ilyen magyaros rabokkal, vagy magyarosítják a kiejtést. Érdekes például a nyúlnak azt mondják, hogy files, akkor a sok mindent így meg, tehát több például comb az bonc, akkor bong az a gomb, akkor sárig, ugye ez a sárga, akkor a bong az indiaiul is jelent valamit. Aztán például van egy érdekes nyelvi fordulatok, ez a még most nálunk is használjuk néha, hogy ez az ura, tehát hogy ura vagyok tehát ura vagyok a helyzetnek, de ők ezt nem csak így használják, hanem például csinál az csán, nagyon sok helyen csánnak mondják, meg csánom, megcsánja, megcsánod, stb. És ura vagyok, megcsánjam, tehát meg tudom csinálni. Azt hiszem, hogy nem mondják így, a tudomat azt nem is tudom. Igen, ura vagyok, megcsánjam. Vagy ura vagy, megcsánd, e bajt. Baj az a munka. Tetszik.
Igen, de ott a baj az nem olyan baj, mint nálunk, az a munka. A munka az nem is tudom, lehet, hogy ez a románból jön, de nem tudom, mindegy, de hogy a baj az a munka. A háború az a verekedés, a világháború a nagy verekedés. De. Akkor vannak faluk, ahol ez sziszegnek, tehát es helyett ez, tehát Isten. Akkor gyönyörű, tehát akkor van olyan, ahol a gy helyett dzs, gyermek. Gyere, hezzám. Akkor sokszor, sok helyen az a, tehát a név előtt az e-nek. Egy gyermek. Ott van egy gyermek. Nem a, hanem ott van egy gyermek. Vagy aztán mi van még? Hát nagyon sok minden van, de hogy... Egyet megijesztem, ez valószínűleg egy olyan magyar szó, ami a magyarból kiveszett, mert átvettünk helyette mást a környező nyelvekből. Ez a mennyasszony vőlegény, ami egy elég alapszó. Ugye nyirony és nyírjásza. Ez a, nyirej és nyírjásza. Vagy nyirej. Hát mindenki kicsit mások. Hát lehet, nem tudom, hogy ez az a magyarból van, de lehet, nem tudom. Igen, ott ugye menyekező az a lakodal, vagyis hát az esküvő, menyekező. Zeneileg mennyibe más, arról esetleg mondjál valamit, a gyimeséhez képest? Hát más azért, mert... Na, körülbelül szóval 20 kilométer különbség van, nem? Hát azért most van ott átmenet szerintem, van ott átmenet, igen. Csak azokban nem nagyon jártunk. Igen. Tehát ugye nem úgy van, hogy akkor innentől már. Tehát azok a falvak, tehát a Szeret folyó, amelyik ugye észak-délről folyik le, ugye románul Sziret. Milyen jó jelentése van. Abba folyik bele ugye a Tatros. Lapin. Igen, belefolyik a Tázló folyó. Na, hogy csak így neveket mondja. Ott a Szeret mentén ott vannak mindkét oldalán csángó faluk. Na igen, még. Tehát, hogy eredendően a csángó magyarok, azok, hát eredendően, tehát amióta van ez a, tehát a vallásukat itt tartják, de ők katolikusok. Tehát ez nagyon fontos, hogy ők katolikusok, és a románok az ortodoxok. De vannak már olyan falvak, ahol hát azért kevés, hogy áttértek, de vannak olyan falvak, ahol katolikusok, de már nem beszélnek magyarul. De az egészen biztos, hogy azt őrzi, hogy azok ott eredetileg csángók. Aztán vannak olyan, ahol katolikusok, és még beszélnek magyarul, de azért egyre kevesebbet, mert ugye körülöttük meg ugye a román nyelvi környezet van. De ezek az idősebbek, akikhez mi is jártunk, tehát ott sokszor a férfiak általában beszéltek románul, ugye, mert ők jártak a városokba, akár munkára, de az asszonyok, hogyha nekik nem volt így dolguk román településeken, akkor ők volt, hogy nem is tudtak románul. Sok magyarul beszélgettek. Még érdekes az, hogy azt mondják, hogy itt látszik valami, mert azt mondjuk, ott látszik az a hegy. Úgy mondják, hogy ott tetszik. És arra, amire mi azt mondjuk, hogy ez nekem tetszik, ő szeretem. Tehát azt szeretem. Na, a zene, igen, tehát hogy like. Hát, ugye ott is többféle népcsoport élt, meg él. Ugye hát románok, magyarok, szászok, zsidók is voltak, cigányok, biztos lehet sorolni. Tehát, hogy a zenei, na igen, akkor most, tehát ez, amit most mondok, ez a hangszeres zenére vonatkozik. Mert hogy egyébként az énekeikben, tehát a magyarul énekelt énekeikben
azok nagyon-nagyon ősi, nagyon-nagyon régi és magyar dallamok, ilyen egészen elképesztő, tehát vannak olyanok, hogy csak két soros dallamok. Tehát ugye megszoktuk általában, hogy négy sora van egy ilyen dalnak, de ott sok két soros dallam is van. Ott is vannak gyönyörű keservesek, balladák, nagyon sok ballada maradt fent, vagy ilyen, hát balladák. Aztán, és ott is van, aki használja ezt a rekettes énekelést, és nem azért, mert rekett az illető, vagy a néni, hanem egyszerűen ő ezt úgy hagyományozódott nála ez a dolog. Aztán a hangszeres zenében ott ugye keverednek ez a sokféle népségnek a zenéje, és hát ott is de minden esetre nagyon, tehát van egy ilyen nagyon régies, ősi rétege a zenének, amik ilyen motivikus, tehát ilyen rövid kis motivumokból felépülő, majd mutatok a kavallal ilyet, például ezek a régies, öves dallamok, azok ilyen, most mutatok belőle, mert tehát, hogy ilyen egész rövid dolgokból, és így gyakorlatilag szinte tetszés szerint, nyilván nem teljesen tetszés szerint, csináljuk meg, hát jövő. Ugye ennek öt lukja van, Moldvában is van hat lukú fúrja, ez egy hosszabb és öt lukú, ezt úgy mondják, hogy kavál, csángosan, románom kavál. Tehát ez a motivumok, tehát ilyen rövid részecskéből. Tehát például. Tehát egy rész, két rész. És akkor aztán akkor valahol lezárja, ugye? És akkor megint jön egy újabb sor. Csupán ezekből. Akkor most egy kicsit változtatva. Akkor jött egy másik. Akkor itt egy kicsit kiugrunk belőle. És akkor tulajdonképpen erre válaszol a következő. Ilyenek. Akkor vannak ilyen nyújtottabb részek, hogy de utána egyből megint. Tehát, hogy ilyen, erre gondoltam, amikor ilyen, azt gondolom, hogy ezek ilyen nagyon régies dallam, vagy ilyen zenei szerkezetek. De ugyancsak egy másik ritmusban is, például az Édes Gergelem bele szokták játszani ezeket, ezek mind táncnevek. Az előző az öves tánc, ott övet fogják össze a táncolók, azért öves. Az Édes Gergelemnek meg van egy énekes része is, és azért Édes Gergelem, de van neki ilyen, úgymond, ami nem énekelt rész, azok is ilyen, például. Okay.
ilyen részek is vannak. És akkor azért ezzel is, ha játszom már elég összeserves, mert azért ez gyönyörű, gyönyörű ezek. És itt is lehet, ki lehet domborítani hangszernek a lehetőségeit. Ez egy koncert. Ez például egy juhok melletti, hát mi is nem. Ilyen, hát ezt, hogy ez most hová, hogy román, magyar, vagy mit tudom én, teljesen mindegy, mert gyönyörű. Tehát nem, hogy teljesen mindegy, tehát egyébként is teljesen mindegy. Olyan jól össze van keveredve, hogy hát igen, marha igen. Jó. Között a helyen. És akkor ezt Isten tudja, meddig lehetett fújni. És mindenki úgy, ahogy ő gondolta. Megtalálom János szeretőmet. Megtalálom János szeretőmet. S azt meghallá apám, sédes anyám, s azt meghallá apám... Na, zurgold a nők, mit csak a bujátó szívébe? Hogy adja nékünk a disznó füstes lábát? A hátusot olyan dégbe, nem mondjuk, hogy ne legyék való, majd való legyék. Abban régi esztendővel gátült, szerelítők, ha nem éppen értünk szendességbe, nem arra a bujátendőbe. Éljünk sendességbe, a Jézusnak a nevével, Jézus nevét is sírjuk, amint írjuk. És tehát tartsa meg a házigazdát, s a házigazdasszonyat, s az egész család, meg itt vannak magyarokat is. Nagyon pakkos a györegének! Sokat luttál oldott a provinciál pop, hogy minket nehogy elvizenek a magyarokhoz, magikhoz. Magikhoz. Elment a provinciál, mert imád most itt vége volt, mert nem lehetett. Elment a provinciál, és azt ült 3 hónapot ott, meddig megmondta, hogy mi vagyunk Roman-katolic. Még értik, mi az roman-katolic. Roman-katolic. Hogy ma ezt el vagyunk maradva, el vagyunk ma ezt maradva roman-katolic. Még így vagyunk. Nem vagyunk csangó. Roman katolik egy hitesek, de roman katolik nem vagyunk magyarok. Neki mondják csangó. De mi mondják? Nem mondják, hogy mondják, hogy mők egyik ilyen reformát, egy ilyen nem tudunk. Se igaz magyar, se igaz alap. Se igaz alap. Mők se alap jól, csangó. Se magyar jól. Még azért múlvában azért hozzá, elmondanám, hogy ott is azért a
Tehát ott is a furuját alapvetően magában használták. Olyan lehetett, hogy esetleg volt, hogy több furujás összeállt. De ott például még a 50-es, 60-as években simán volt olyan, hogy a fonókban, a guzsolyosokban, a téli időkben, amikor a lányok, vagy akár az asszonyok egy-egy háznál összejöttek, és ott fontak, vagy szőttek, akkor ugye ott énekeltek, beszélgettek közben, és akkor hát a legények azok meg, vagy akár leginkább a legények jártak körbe-körbe. Mentek egyik házról, mert egy-egy háznál gyűltek így össze, így csokorban, vagy így az asszonyok, leányok, és akkor így legények, fiatalabbak, vagy idősebbek, mentek így egyik helyről a másikra, vittek magukkal egy sütüst, ja igen, mert furuját a sütűnek is mondják, ugye ez a süvöltő hangból jöhet ez a név, és akkor az ott sütült egyet, és akkor ott egyet táncoltak is, nehogy ne csak mindig munka legyen. És ugye ott akkor nem volt ritmus kíséret, illetve volt maga a tánc, ugye beállt a kör közepébe a sütűs, és körülte táncoltak, és a lábdobogások, mert nagyon sok dobogós tánc van Orvában, az volt, tehát ez is mutatja, hogy ez mennyire egy, tehát ez egy közös, most jó értelme vett produkció volt, tehát nem olyan, tehát nem egy, hogy van egy közönség, és hát igen, közös produkció, igen, pontosan, tehát hogy nem az, hogy van egy színpad, és van a közönség, hanem együtt hozták létre a dolgokat. Egyébként ez érvényes volt mindig is a régi és falusi zene, illetve zenére, táncra. Hát itt ez így ment, tehát ez egy közös produkció volt. A zenész figyelte a táncosokat, ő nekik megfelelően fordította a dolgokat. A táncos figyelte a zenészt, és egymásra hatottak, és úgy alakult egy tánc menet. Nagyon izgalmas dolog. Igen, tehát hogy a furuja, igen. Igen, tehát ez a furuját ott ilyen alkalmakkor használták, még nem is olyan régen. A profi hangszer, úgymond, amin a cigányok játszottak, legalábbis a 20. század elejétől, ezt így tudjuk, az pedig a hegedű volt. Ott úgy mondják, hedegűnek is mondják a csángók, hedegű vagy cinige. És a hegedűt kísérte a koboz, vagy kobza, sőt még buzgonynak is hallottam, vagyis ott ilyet is hallottam. És ez a kettő volt, tehát nem igazán volt dob sem, a dob máshol volt szerepe a dobnak. Aztán volt olyan is, hogy kicsit később, hogy a kobozt felváltotta a kis cimbalom, ilyen nyakba akasztós körben ekkora kis cimbalom, amit akár még állva is tudtak, hogy itt beakasztották itt az övnél, és a másik az meg itt így... Modern beálló. Talking. Mi? Modern talking. Igen? Na, szóval ja, csak vicc. Kis szimbalom, hegedű. Aztán később bejött a dob, és akkor a kobozt leváltotta a kis szimbalom, illetve aztán leváltotta a tangó harmonika ezeket, és ott már kellett a dob. De akkor még mindig volt a hegedű, és később bejött ugye a szaxofon, aztán a szintetizátor, és tovább. Manapság már a koboz, meg a furuja az már csak ilyen... Hát az annak révén, hogy így valahogy ez egy ilyen elindult egy ilyen revival élet így a moldvai zenében, így most már, tehát hogy... Valamelyes fennmarad, még ott helyben is, de egyébként gyakorlatilag kiveszett volna már. Igen, még csak annyit, hogyha már így a hangszerekről beszélünk, hogy volt egy másik vonala is egyébként a moldvai zenének, amit a német, vagy a, hát nem tudom, német, de hogy katona zenekarokból vettek át a
Hát ugye a cigányok, nagyon sokszor ők voltak a zenészek. És a cigányok mindig szerették volna tehát minél jobb, minél modernebb hangszereket. És a katona zenekarokból átvettek ilyeneket, hogy trombita, klarinét, nagy dob, akkor kürtök, különböző ilyen, tehát ilyen bariton, meg tenor, meg nem tudom, basszus kürtök, akármit tuba is lehetett egy ilyen zenekarban, ezek úgy hívják, hogy fanfárák románul, tehát rezes banda magyarul, akik 5 főtől akár 15 fősek is lehetnek, és hát valami elképesztő, hogy szólnak, tehát hogy nem úgy kell elképzelni, mint egy magyarországi ilyen tűzoltó, falusi tűzoltó zenekart, az is nagyon aranyos és kedves, de hogy ezek vérprofi, tehát ugyanolyan profik, mint hogyha egy profi cigány hegedűs hegedülne, vagy nem tudom, tehát szintén játszana, tehát hogy ugyanolyan profik, tehát olyan, mint egy ilyen, ez fantasztikus, tehát elképesztő virtuózitással játszanak. Jenő révén megismerkedtünk ezekkel, voltak itt? Elmúlt 30 évben, voltak itt fanfára komplexával is, ja. Mi? Igen, Ravaszon is voltak. Mit? Ravaszon is voltak. Ja. Na de várjál, de... Nem, eredetiek. Eredetiek voltak? Persze. Ja, még olyan. Ja igen, bocsánat, voltak, igen, még Győrben is, igen, tudom. Itt Ravaszon is. Ravaszon is voltak, igen. Bocs, ez csak egy savala. Igen. Hát volt a Savá, igen. Hát ők már egy ilyen kigyúrtabb változat. Tehát a Savále, meg ugye régen volt a Fanfara Csokörlia, akik ilyen, tehát ezek is ilyen világutazó voltak, mint például a Musafir, ugye az a Rajasztáni banda. Volt egy holland menedzserük, és akkor ők utaztak a világban. És hát tényleg fantasztikusak voltak, de hogy ez ennél egy kicsit még szutykosabb falusi kivételben is megvolt, és még megvan manapság is. Tehát ez a nagyon érdekes, hogy olyan, tehát azt a hangerőt és azt a elképesztő erőt, amit egy ilyen fanfáros zenekar, most már mindegy, ez a rezes banda tud adni, emiatt még mindig léteznek ilyenek, vagy létezik, például a Bacsolyban, akiktől hoztunk is zenekart, még Győrben is volt a vasúti műfházban, vagy ott is játszottak. Vasutas. Fülöp Péter. Tehát, hogy még mai napig még van úgymond érvényes tud maradni ez a zenekar is, hát persze nem csak ez van. Na, akkor visszatérve, mi volt a következő? Nem volt következő, azt gondolom, hogy most van az a pont, hogy most már másfél órája nyomjuk, úgyhogy biztos, de valahogy le kéne zárnunk, de úgy szoktuk lezárni, hogy kérdések. Annak szoktak lenni, de mielőtt még a kérdés megjelenik, én egyrészt köszönöm neked, hogy eljöttél. Köszönöm. Repiből, tehát ez a repi köszönet. De mondok egy komolyabb részét is, ami szerintem hitelesebb. Az, hogy én ma szeretem a népzenét, hogy már elég régóta, azt neked köszönhetem, mert akkor nem viszel el. Tényleg? Nem a mesóra? Én vitelek el? Hát, nyilván együtt voltunk én ott a forradó után. Az érdekes, ez, mert én előtte, akit sokan tudják, de ilyen elvetemült Free Jazz kedvelő voltam. Tehát én az is jó. Igen, de hogy... Én ott értettem meg, hogy mi ez a népzene. Engem nem győzött meg a Bartók módszer, azt kell. És Kodály? Az se. A Robi turné az meggyőzött, de az ott nekem egy ilyen átalakulás, vagy átformált, úgyhogy ezt köszönöm. Csak most jött meg a kérdés. Fú, én annyi kérdést felírtam, hogy hatott. De lehet előtte egy másik kérdés, vagy hogy legyen? De a karcsikát lehet, hogy korlátozzuk egy ilyen hát, idejára, nem tudom. Még ennünk is kéne meg inni is. Robi. No. A Teodóz atya jutott eszembe, amikor mondtad a szeret folyót, mert hogy amikor én a Bencés gimnáziumban jártam, és ott az énektanárom, és akkor ott hétvegyenként próbáltunk ilyen rockzenekarral, és akkor mindegy, tehát hogy így ő elmesélte pontosan ezt, hogy 89 előtt így, hogy
jutott át a határon mindenféle ilyen cselekkel, hogy vitt könyveket, meg hozott meg szeret folyó, és akkor csak ilyen pár ilyen, nem tudom, címszavakat, vagy és akkor Nestor Ivánról szeretnék, hogy együtt voltunk. Ott voltunk együtt. Igen, igen, tudom. Hát ő is így egyszer csak belezúgott a népzenébe, és nagyon durván gyűjtő lett, és jazz, igen, mert hogy ő nekem jazz, ugye jazz, nagyon közeli és volt apósom. Elképesztő leírásokat, tehát leírt, tehát lejegyzett kottába leírt, elképesztő mennyiség lejegyzést csinált. Több bálványos vára, mindenki. Meg ő ki is adott egy csomó olyan furulya iskolát, meg gyűjtéseket. Ő kiadott gyűjtéseket is. Azt te is meg? Igen. És ti játszottatok együtt amúgy, vagy ilyen... Nem. Mert hogy ugyanaz a témakör, meg úgy feltételeztem, hogy találkoztatok. Hát, találkoztunk, tehát ilyen jóba, tehát szinte barátoknak voltunk, de csak találkoztunk. Tehát együtt nem annyira. No, kinek van még kérdése? A hat kérdésről volt szó. Ja, majd később. Majd utána sem jön. Említetted, hogy skót zenét játszottál. Erről mondasz valamit, hogy ez mit kell ezen érteni, és hogy viszonyul ez a zenéhez? Az milyen jó. Nem értek hozzá. Annyi volt, hogy volt valamilyen skót kazetta, és akkor azt hallgattuk, és arról megtanultam egy néhány dallamot. Tehát ennyi volt. És ebben éreztél hasonlóságot, vagy? Hát akkor még nem éreztem, mert akkor még nem játszottam ilyen hangszeren. Mm-hmm. Hogy most érzek el... vannak olyan moldvai dallamok, amikben van hasonlóság. Mint tánzene úgy igen. De nem tudok így most különösen mit mondani. Vannak hasonló ritmusok. Nem, eszem. Szabadulás. Hozzászólja, bocsánat, tehát a kettőnek semmi köze egymáshoz, de amúgy a skót népzene kiváló. Abszolút. Mint hogy a bolgár is az, meg olyan sok más. Igen. Semmi köze a kettőnek, mert messze nincsen. Tehát ezt csak így gondolom, valamennyi. Hát, igazából a Szabados György mondott valami ilyesmit, lehet, hogy nem pontosan idézem, de hogy minden népzene mélyén ott van egy ilyen őstenger. Igen, tehát lehet, hogy valahol van közük egymás, nem tudom, de van egy-két dallam, ami tök hasonló, tehát akár lehetne az is, de az, hogy honnan, na szóval valószínűleg sok közük nincsen. Nem is lehet, mert nem ismerték egymástól, akik ezeket kitalálták, elsállították, azért mondom, hogy olyan messze voltak egymástól, hogy nem lehetett kapcsolat. Egymástól független alakultak ki ezek a népzenék. Dél-Amerikában is, Európában is legkülönbözőbb szintjén. Különben ennek egy kicsit ellent mondanék, nem azért, mert én biztos tudom a tutit, hanem azért, mert nagyon érdekes, hogy a régészeti kutatások azt mutatják, hogy már akár a bronzkorban is egész komoly kapcsolatok voltak a Európán belül, vagy egész Ázsián. Kelták itt voltak. És a kereskedelem valahogy működött, az, hogy a zene hogy terjedt, ezt nem tudom, de hogy elvileg volt egy érdekes mozgás, mert találnak itt-ott ugyanazokat a tárgyakat, vagy ugyanazokat hasonlók. Ezt mondtam, hogy is jelenő szavak is egyeznek. Nem, zenéről van szó, nem? Ugyan, de azt mondom, a zene is terjedhetett így, érted? Mert aki... Nem a régészetről, hanem a zenéről, mert a zenéről viszont nagyon sok mindent tudunk. Győri kutatók által is, például Várai László által is. A csomó mindenki által. Hát az inkább a legenda, azt mondanám. Tehát én ebben nem hiszek most tényleg őszintén. Tudjuk. Ezeket tudjuk, hogy vannak pentaton, vagy nem tudom, a Robi a kérdés. Annyit mondanék, amit Jenőhöz kapcsolódnék, hogy a... Tehát nem azt mondom, hogy ismerhették egymást, nyilván nem, valószínűleg nem, de van nagy valószínűséggel nem ismerték egymást, inkább innen. De hogy a gyökereiben viszont azt gondolom, hogy valamennyi népzene szerintem ugyanonnan gyökerezhet, mégpedig arra gondolok, hogy tehát hogy például a ritmusok, tehát hogy a,
Tehát, hogy a például minden tényleg eredeti népzene, az mindenképpen valamiben aszimmetrikus. Ugyanúgy aszimmetrikus, ahogy a szív ver, akkor ahogy a világ is aszimmetrikus sok mindenben, látszólag szimmetrikus, de valamilyen eltérések vannak, akár a test felépítése. Tehát, hogy például például az aszimmetrikus ritmus, tehát például az, hogy tam, tam, tin, tin, egy-két, az egy-két, tehát az egytől a kettőig kevesebb idő telik el, mint a kettőtől az egyik. Tehát tam, 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 egy-két, egy-két, egy-két. Ennek van jobban, amikor egy-két, egy-két, tehát van, ami még aszimmetrikusabb, de Hát a 7 az aszimmetrikus, tehát a páratlan számok 8-ados, az a 7-8-ados, 9-ados az aszimmetrikus. Igen, de most nem arról beszélek. Arról beszélek, hogy ha már így zenében, hogy a két, igen, a két negyed mondjuk. Igen. Ez is aszimmetrikus. Aszimmetrikus, tehát a pároson belül. Páros, igen. Pároson belül egy kicsit el van csúsztatva. Arról beszélsz? El van csúsztatva. Ja, hát ilyen feelinges, igen. Nem feelinges, ez nem nézőpont. Nesztorival mondta nekem, hogy ez feelinges. Hát feelinges a igen. A városi, nem csak ő mondta, hanem én magam. A városi szempontból feelinges, de hogyha a népzene szempontjából meg ez a természetes, és az a problémás, ami meg kiegyenlített. Igen, igen. És, de ezt akarom mondani, hogy valamennyi népzenében, úgy, ahogy a világban, ami a természettel összhangban van, ott valahol feltűnik az aszimetria. Igen. És ezt akartam mondani. Igen, tehát, nagyon fontos. Tehát nem lehet mondani feelinges, nem, de ez egy eredendően aszimmetrikus. Ez az egyik dolog. Igen. A másik meg a pentatónia, vagy a madarak énekes, stb. Tehát nem véletlenül, tehát az ősi dallamok, népzenék, azok szerintem mindenképpen valamik a természettel voltak kapcsolatban, és onnan jöhettek. De én nem vagyok ilyen kutató, csak egyáltalán nem vagyok kutató, csak hogy ezt én így gondolom, már érzem, na mindegy. Ja. Mert jöhet a következő. Ja, de egyébként ez, hogy a Nestor Iván mondta nekem, hogy pont az egy imesi, az a tehát hogy azt mondta nekem, hogy Karcsikám, ezt nem lehet leírni. Hát ezt ott mondta a konyhában Újpesten, hogy ezt nem lehet leírni, mert hogy ez annyira finom, hogy így megpróbálják leírni, de hogy annyira pontosan nem lehet leírni, mint az atomot, ahogy így, hanem így de ez, nem? Nem ez a Gyimesi? Igen, de ahányan... Így a lábad a dobozt, és kész. Ahányan annyiféleképpen csinálják. Tök mindegy, hogy gardon van, vagy nincs. És egy picit késik, és mégis pontos. Tehát úgy, hogy így teljesen pontos. Úgy, hogy négynegyedben teljesen pontos, csak egy kicsit késik, és egy kicsit csúszik. Szerintem nem, de mindegy. No, ez majd együtt majd beszélgessünk. Akkor ezt van, mondd el? Jó, ezt majd közösen megbeszéltek két pálinkövet. Van még valaki kérdés? Mi Sára Felitől tanultunk táncokat még ugye a őskorban, és volt egy érdekes megfigyelés, hogy ő soha nem tanította a pingvinest. Ugyanakkor Bambi Győrőt ő pedig szerette nagyon, és ezzel kapcsolatban felmerült, hogy ez a pingvines ez nem is igazi moldvai, hanem valahonnan máshonnan jött a zene is. És lehet, hogy még egy régi filmben is szerepelt valami hasonló, hogy erről mit tudsz? Mert azt nem szeretik autentikus moldvainak tekinteni. Hát, ahogy mondtam, rengeteg dolog volt a moldvai zenében, ami formálta a dallamkincset, stb. Többek között ilyen modernebb vagy újabb dallamok is. Konkrétan ez a pingvin, ha jól tudom, valami ukrán dallam. Igen, azt hiszem valahogy onnan ered. És akkor, nem vagyok kutató, de hát biztos, hogy... De most, érted most, hogy... Ott a németes. Tehát, hogy ott vannak a németesek, amit más néven keringő. Tehát, hogy ezek is, ugye második világháború alatt kerültek be, például szerintem Erdélybe és Gyimesbe mindenképpen. Tudom én, van vagy 10 féle németes dalamot játszanak.
de szépen átformálták gimesiessé. Na most azt mondja, és táncolják, nem úgy, nem ilyen, hogy mondják, nem ilyen báli keringőt, hanem tehát ez a hátrafelé sírülés, tulajdonképpen forgás, ez a, úgy mondják, hogy seggelés. Tehát azt csinálják a gyakorlat a németesben. De arra és ilyen gyors. Tehát így, ilyen ritmusban. Na, szóval, hogy lehet azt mondani, hogy nem autentikus, vagy autentikus, ezt ők használják, a pingvint is, Isten tudja már mikortól játsszák, valószínűleg nem a 20. század elejétől, hanem lehet, hogy csak a 50-es évektől. Ha valaki nem akarja, nem táncolja, valaki akarja, táncolja. Mindenesetre egy nagy, rendkívül bulis tánc. Hogyha azt kérdez, ha az a kérdés, hogy én mennyire szeretem az ilyen dallam, például konkrétan ezt a dallamot, akkor azt mondhatom, hogy nem, ha lehet, tehát hogy eljátszom nagyon szívesen a táncosoknak, de úgy magamtól úgy nem játszogatom. De egyébként nincs vele bajom, tehát nem utálom. Hát akkor mondjuk, ahogy a porka, meg a hétlépés is beépült mondjuk a tékieknél, de hát ott az már egy szervesebb. Hát nem tudom, hogy szervesebb, de ott is táncolják azt, itt Moldvában táncolják a pingvint. Én azt szeretném kérdezni, hogy milyen fát használtak a hangszerkészítéshez, tehát a furuják milyen fát? Hát általában, na hát igen, többféle. Vannak olyan részek, ez a Havas-Alföldön csináltak nagyszerű furiákat, tehát azt meg se fújtam azt a furiát. Zárásként megfújtam. Jó, az lesz a záró. Azt ilyen szilvafából, vagy de gyümölcsfákból nagyon jó furiák készülnek, például a szilvafából. De dióból is, hát ilyen gyümölcsfák. De viszont csináltak Erdélyben, van olyan például a hodákon csináltak kutya bengéből, meg bodzából is nagyszerű furiákat lehet csinálni. Az is egyébként kemény, tehát maga a külső rész, ugye annak kitolható a bele. Tehát például bodzából is nagyszerű furiák. Tehát például ez bodza, azt hiszem, hogy ez bodza talán, ez amivel játszottam. Igen. Ez ilyen könnyebb van, mert puhább. Jó, hát nincs több kérdés, akkor utolsó. Megkeresem. Hol vagy? Ja, mondjuk igen, ekkor egyenes van a szilvafával, igen. Ennél hosszabb nem nagyon. Hát azért. Aggódtál, hogy mekkora lesz. Hogy mekkora lesz. Thank you.
köszönöm szépen a meghívást is, hogy az érdeklődést, illetve hogy eljöttetek. És köszönjük, és innentől szabad program. Erős hívás!